A baleset szimulálást minden évben megszervezik. Az önkénteseken kívül a közlekedési rendőrség is részt vesz az akcióban. Tehát a megrendezett balesetnek a célja az, hogy egy előzetes felmérésünk legyen arról, hogy az autó vezetők milyen számban állnak meg elsősegélyt nyújtani a balesetet szenvedettek részére. A szimuláció során az autósok többsége nem állt meg segítséget nyújtani. Pár száz méterrel odébb rendőrök igazoltatták őket, az önkéntesek pedig kérdőíveket töltöttek ki velük. Azok a gépjármű vezetők, akik nem álltak meg, citromot kaptak ajándékba. Ennek a rendezvénynek két helyszíne van. Kis-Bosznia bejáratánál fel van állítva egy autó, egy kerékpár, és az ott, tehát a Vöröskereszt önkéntesei eljátszák a baleset résztvevőit. A második helyszín Kis-Bosznia helyi közösségében van, ahol a közlekedési rendőrök megállítják azokat a gépjármű vezetőket, akik nem álltak meg és nem tanúsítottak első segélyt. Azok az autósok viszont, akik megálltak segítséget nyújtani, egy kis könyvecskét kaptak ajándékba az első segélynyújtás alapjairól. November közepétől az első segélycsomagoknak is tartalmazniuk kell ezt az útmutató leírást.